Május óta egyre másra nyitnak ki a kulturális intézmények Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Várja már a látogatókat a József András Múzeum és a Sóstói Múzeum falu is. Nem véletlen, hogy Nyíregyházán jelentette be Fekete Péter kulturális államtitkár a közművelődési intézmények nyitását múlt szombaton. Erről is szó esik a mai műsorban, de előtte nézzük a további kínálatot. Fejlesztések Újfehértón. Utat és csapadékvízelvezető rendszert építenek a településen. Országos közművelődési nyitás. Nyíregyházán jelentették be az országos nyitást. Nyitva a József András Múzeum, csak maszkban és védettségi igazolással lehet belépni. Koronavírus ide vagy oda, nem állnak le a fejlesztésekkel Újfehértón, idén bővítik a csapadékvízelvezető rendszert és utakat is építenek. A témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban ki más, mint a polgármester Hosszú József. Jó napot kívánok! Üdvözlöm a televízió nézők! Újfehértó, hát a nevéből is adódik, hogy valamikor talán itt egy tó létezett, és hát valóban egyébként ekkora problémát okoz a belvíz ezen a településen? Igen, hisz ez a terület a megy egyik legmélyebben fekvő pontja, és innen a csapadékvíznek nincs természetes lefolyási lehetősége, ezért fontosan az önkormányzatnak, hogy minél több olyan hálózatot építsen ki, amely ezeket a problémákat tudja orvosolni. Mekkora munka van még önök előtte tekintetben, hogyan látják? Hát, évtizedek óta zajlik ez a fejlesztés, hisz a városnak közel 80 kilométernyi belterületi úthálózata van, amelynek jelentős része sajnos belvízzel veszélyeztetett. Korábbi években is voltak már ilyen fejlesztések, ebben az évben pedig két projekt keretében körülbelül 3 kilométernyi útszakaszon tudjuk megoldani a csapadékvízelvezetés problémáját. Gondolom az útfejlesztés és a csapadékvízelvezetés az majd, hogy nem kéz a kézben jár. Igen, úgy kellene, hogy kéz a kézben járjon. Sajnos útfejlesztések terén Újfehértón komoly elmaradások vannak, ezért is tűztük ki célul azt, hogy az előttünk álló években a város úthálózatát igyekszünk minél jobb minőségűvé tenni, hisz nagyon sok a zúzott köves utak aránya, ezen szeretnénk javítani. Csapadékvízzel pedig azokat a helyeket, a csapadékvízelvezetés problémát pedig azokon a helyeken megoldani, ahol jelenleg a lakosokat ez nagyon zavarja. Egy kicsikét azért érzékeltesse, hogy mennyire, tehát milyen viszonyok uralkodnak egyes nagyon rossz helyen. Ugye az utóbbi időszakban sajnos már nem ezek a két-három napos áztató esők a jellemzőek, hanem a hirtelen lezúduló óriási vízmennyiség. Hát előfordul olyan, hogy egy nagyobb eső után aszfaltozott utakon térdig érő vízben járnak az ott lakók. Na most ezt a helyszínt, például ez a helyszín is most az évi fejlesztések keretében megoldásra fog kerülni, hogy ez a probléma ott megszűnik, de a mélyebben fekvő részeken van olyan, hogy több napig is áll a víz. Ezeket szeretnénk az elmaradásokat pótolni, és ezekre nyújtottunk, és fogunk is benyújtani pályázatokat. Az újfehértóiak számára azért áruljon el konkrétumokat. Igen, tehát az Újfehértónak mondom, hogy jelenleg zajlik a Farkasnyári utca és a Tokaji utca egy jelentős részének a felújítása. Következni fog a nyár folyamán a Tokaji utca maradék részének a felújítása egészen a város határáig, és a bekötő utaknak is egy picit a csapadékvíz kivezetése is meg fog valósulni, illetve benyújtottunk egy pályázatot a Májváskerti városrészre, amelynek bizakodva várjuk az eredményét. Amennyiben ez sikeres lesz, akkor a Májváskert egy jelentős részén is csapadékvízelvezetési fejlesztések fognak zajlani. De vannak távlati tervek is, amelyek, ha jól tudom, megoldanák ezt az egész problémát, illetve megoldanák. Konkrétan itt korábban ugye egy tó létesítéséről is szóltak a tervek. Így van, hisz ha már ez a víz leesik a városra, akkor ugye két verzió van, jelenleg kivezetjük a városból, de én azt gondolom, hogy ezt a vizet, ha már megkaptuk, akkor lehet ezt célszerűen is hasznosítani, akár turisztikai, akár egyéb célra felhasználni. Ezért szeretnénk majd, ha lehetőség nyílik rá, egy szórakozási lehetőséget biztosítani a helyeknek, akár horgászat, akár egyéb kikapcsolódás céljából egy tavat létesíteni a város határában, olyan mesterséges tavat, mert most is tapasztalhatták az arra járók, hogy a 4-es főút mellett a város határig egy egybefüggő vízterület volt a tavasz folyamán. Szeretnénk ezt ugye mesterségesen is fenntartani, majd erre is keressük a pályázati forrást. És akkor gondolom ez a belvíz problémát is megoldaná? Hát egy, a csapadékvizet is ide vezetnék el? Amit el tudunk vezetni gravitációsan, vagy kisebb technikai megoldásokkal, azt igen, amit pedig így nem tudunk, azt pedig helyben fogjuk majd elszikkasztani. Beszéljünk még azért az utakról, ott is van teendő. Hát az úthálózatunk az, aki ismeri a város útjait, az tudja, hogy sajnos elég katasztrofális. Van még olyan állami útunk, amely felújításra szorul, ezért lobbizunk, hogy ebben az évben ez az állami útszakasz megújulásra kerüljön. Jelenleg ott zajlanak az ivóvízbekötések cseréi, hisz ahhoz, hogyha egy 40 éves ivóvízhálózatról beszélünk, amennyiben nem csinálnánk most meg ezt a fejlesztést, akkor egy friss aszfaltozás után kellemetlen lenne mindenkinek, hogy egy friss, szép
frissen átolott utat fel kelljen vágni a vízelvezetés problémája miatt. Ez most zajlik, illetve minden évben szeretnénk akár saját forrásból, akár pályázati forrásból zúzottköves utakat leaszfaltozni, valamint a már a régebben leaszfaltozott, de rossz minőségű útjainkat felújítani. Ezen túlmenően azért a kerékpárút építés is tervben van, hogyha jól tudom. Így van, Újfélton nagyon sokan szeretnek kerékpározni, de a jelenleg a városban lévő hálózatok még nincsenek összekötve. Erre nyújtott be az előző önkormányzat még egy pályázatot, amely sikeres volt, és most ennek fog megvalósulni a kivitelezés a nyár folyamán, és így a meglévő három kerékpárút szakaszt fogjuk összekötni, illetve szeretnénk még, erre is szeretnénk pályázatot benyújtani, egy külterületi kerékpárutat is létesíteni, hisz Újfélton jelenleg nincs kivezető kerékpárút, ami elég ritka a megyében. Szeretnénk első lépésként Újfélton és Hajdúdorogot kerékpárúttal összekötni a Mária út mentén, hisz ugye Hajdúdorogról nagyon sokan járnak zarándokolni Máriapósra, és van egy ilyen megyei terv, hogy a két települést kerékpárúttal kössük össze. És van olyan fejlesztés, amely már megvalósul, de hát ez nagyon régi tartozás, például a temető fejlesztése, hogyha jól tudom. Így van, tehát ebben az évben 40 éves a városi köztemetőnk, de sajnos az úthálózata az nagyon kritikus volt, nagyon sokan panaszkodtak, hogyha temetése kellett menni, vagy csak a hozzátartozók sírját mentek gondozni, akkor olyan utakon kellett menni, hogy akár bokáig érő sárban kellett. Most egy temetésen azért az emberek igyekeznek szépen megjelenni, szép ruhába menni, nem túl szerencsés az, hogyha bokáig sárban kell menni, kell kikísérni az elhunytat. Ennek keretében saját forrásból az elmúlt héten befejeződött egy felújítás, amelyben a városi temető főbb útjait leaszfaltoztuk, zúzottkővel láttuk el a mellékutakat, illetve elkezdtük kiépíteni a térfigyelőrendszert a temetőben, meg a közvilágítást, mert korábban, tehát 40 év alatt nem sikerült kiépíteni egy közvilágítást a temetőben, és az utóbbi időben nagyon sok elkeseredett hozzátartozó fordult hozzám, azzal a panasszal, hogy lopják a sírokról a virágot. Ezt is szeretnénk megszüntetni, vagy visszaszorítani azzal, hogy kamerarendszert építünk ki a temetőben, szintén saját forrásból. Játszótereket is fejlesztenek, illetve hát akkor már a témához tartozik, hogy bölcsődei építés vagy fejlesztés is szóba került. Így van egy nyertes bölcsődefejlesztési pályázatunk, lefolytattuk a közbeszerzési eljárást, azonban ugye az építőanyag árak és a kivitelezési árak az utóbbi időben sajnos elszabadultak, így forrásrámelési kérelmet nyújtottunk be, hogy tudjuk megvalósítani a bölcsődefejlesztését, ennek várjuk az eredményét. Illetve én megfogalmaztam már annak idején a kampányban is, hogy játszótereket kell építeni Újfélton, hisz a fiatalok helyben tartása nagyon fontos, és ennek keretében szintén önkormányzati saját forrásból nyár elejére szeretnénk egy játszóteret átadni a 48-as szobor szomszédságába. Emellett azért vannak olyan nagyon egyszerű problémák, amelyek megkeserítik a mindennapi életet Újfehértón. Például az, hogy egyetlen egy szolgáltató van, internet szolgáltató, hogyha jól tudom, és hát etéren is vannak tervek. Több szolgáltató van a városban, viszont az elmúlt hetekben az egyik szolgáltatóval kapcsolatban nagyon sok felháborodott jelzés érkezett, és ezért is szeretnénk, hogyha minél több lehetősége lenne a városlakóknak választani. A korábbi városvezetés ebben bizonyos gátakat szabott a szolgáltatóknak, mi ezeket a gátakat megszüntettük, és jelenleg is zajlik két szolgáltatónál a hálózat képítése a teljes városban, a város teljes területén, és bízunk benne, hogy még ebben az évben ez a két szolgáltató is be tud kapcsolódni a lakossági piacra. Hát akkor ez mindenképpen jó hír, és azért van egy másik fontos dolog is, mert hogy az elmúlt hétvégén napvilágot látott egy olyan hír, hogy miszerint meg fog szűnni Újfehértón a tűzoltóság. Ezt mennyire tudja megerősíteni, vagy cáfolni? Ugye elindult a 2022-es választási kampány, és itt már egyesek mindenből próbálnak a bolhából elefántot csinálni, és mindenféle rémhírekkel riasztani a város lakosságát. Nyugodtan mondhatom és megnyugtathatok mindenkit, a városi tűzoltóság működik, működött és működni is fog. Azok az akciók, amelyeket itt egyes sértődött emberek próbálnak indítani, ezeknek semmi jogalapja nincsen. A városlakók nyugodtak lehetnek, a kellő lépéseket meg fogjuk tenni annak érdekében, hogy megmutassuk a város lakosságának, hogy tud érdemben működni egy tűzoltóság. A hangulatkeltőkkel szemben pedig megtesszük a szükséges lépéseket. Még vissza azért az infrastruktúrára, hogy ha jól tudom, akkor különféle közlekedés fejlesztéseket is szeretnének, például lámpás csomópontot a városban. Így van, hisz a 49-12-es és 35-04-es
út kereszteződése a helyeknek, úgymond a Szent István út és a Kossuth utca csomópontja. Az iskola időben reggel és délután nagyon-nagyon kaotikus, nagyon nehéz átjutni ezen a csomóponton. Ide szeretnénk egy lámpás kereszteződést kialakítani, valamint terveink között szerepel a 4-es főúton is egy körforgalom kiépítése a benzinkút környékén, hisz a hamarosan felépülő Szabolcs Alma centrumnak a megközelítését nagyban segíteni az, hogy egy körforgalom lenne a városban, ami a 4-es főút mentén, amelyről közvetlenül el lehet érni majd ezt a fejlesztést. Emellett, ha már a 4-es főút, ugye az illegális hulladék lerakását az nem csak Nyíregyházán, hanem Újfehértón is problémákat okoz. Ezt hogyan szeretnék orvosolni? Tavaly év végén nyertünk egy pályázat keretében elég komoly pénzösszeget arra, hogy szüntessük meg a illegális hulladékot a város külterületén. Egy jelentős részén sikerült is ezt, de sajnos a városnak szerencsére 14 ezer hektárnyi külterülete van, és a dűlőutak mentén rendszeresen felbukkannak illegális hulladék lerakók. Őket szeretnénk majd visszaszorítani, vadkamerákat fogunk elhelyezni különböző helyeken, ezeket most nem mondom meg, hogy hol, mert ugye akkor az ellenőrzés nem érné el a célját, és a illegális hulladék lerakókkal szemben a törvény teljes szigorával fogunk eljárni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen a lehetőséget. 4 millió beoltott után május elején nyithattak a kulturális intézmények. Az elmúlt két hétben számtalan helyen várják a látogatókat a megyében. Múlt szombaton Nyíregyházán tartották az országos közművelődési nyitányt, amelyen online Fekete Péter kulturális államtitkár is részt vett. Körtvéfáj Eszter a helyszínen járt. Tudják, ha van védettségi igazolványuk, akkor maszk nélkül jöhetnek be a közművelődési intézményekbe, maszk nélkül jöhetnek be a színházakba. Nekem van. Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár örömét fejezte ki megnyitó beszédében, hiszen múzeumok, könyvtárak, kulturális intézmények egyszerre nyitottak országszerte hétvégén. Öröm számomra, hogy a közművelődési intézmények országos kapunyitogatóját innen, a lakitelekről, a Hungarikum Ligetből, az országos szakmai háttérintézmény, a Nemzeti Művelődési Intézet impozáns épületéből köszönhetem. Művelődési házak, kulturális központok, gyermekházak, szabadidőközpontok, a közművelődési intézmények és közösségi szinterek a helyi kulturális élet fáradhatatlan motorjai. Éve szinten országosan közel 70 milliós nagyságrendben fogadják a látogatókat. A rendezvények mellett szakköröket, kiállításokat, a helyi közösségek számtalan találkozási alkalmával járulnak hozzá a helyben elérhető kulturális élet megteremtéséhez. Lezsák Sándor, az országgyűlés alelnöke, az országos nyitás kapcsán kiemelte, a népművelők feladata, hogy a tehetség és a tudás teret tudja nyerni az emberek életében, és Sun Tse ókori kínai író gondolatait idézte. Újra kinyitjuk a kapukat szerte az országban, akkor nem ugyanazt a kaput nyitjuk már ki, nem ugyanoda lépünk be. Az elmúlt két esztendő kudarcával, kínlódásával, gyötrelmével fölvértezve gondoljuk át újra és újra, hogy mi is a feladatunk. Igen, az elmúlt 500 esztendőben a reneszánsztól a reformáción át a 4T modell határozta meg a sikeres országok vagy városállamoknak a működését. Ez a 4T, ez pedig nem más, mint a tőke, a technológia, a tudás és a tehetség. És az elmúlt fél évezredben a sikeres országokat elsősorban a tőke mozgósította. Nekünk az a felelősségünk, feladatunk, hogy egy gazdasági, pénzügyi újraértelmezés és fordulat segítségével a kultúrában, a népművelésben, közművelésben is fordulatot segítsünk életre. Ez pedig úgy történik, hogy már nem csak a tőke, sőt egyre kevésbé a tőke, hanem a tudás, a tehetség kormányozzon, erősítsen bennünket. Ez a felelősségünk szerte az országban. Az 1230 településen most
szembenéző népművelők, polgármesterek, közművelődésben dolgozók segítségével. Mit kérek tőlük? Mit üzenünk neki külön-külön? Készítsenek tervet, álomtervet. Mi is ezt tettük, álomtervet készítettünk az elmúlt 30 esztendőben. Ezt próbáljuk megvalósítani. Népfőiskola bővül, most már Hungarikum ligetté, és megkezdődik a Kárpát-medencei népfőiskolai hálózatnak a kiépítése. Nem egyszerű feladat, és ebben kérem a segítséget szerte az országban a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével is. Mi az, ami engem az elmúlt 30 esztendőben erősített, hogy nem adtam föl? Egy kínai filozófusnak a mondása, aki nem más, mint Sun Tse 2500 esztendővel ezelőtt fogalmazta meg, és ezt adom tovább. Nehéz terepen ne állj meg. Nehéz ez a terep. Nehéz terepen ne állj meg. Folytasd az utat. Bekerített terepen dolgozz ki stratégiát. És halálos terepen pedig küzdjél, harcolj, mert nincsen lehetetlen. Meg kell próbálni a lehetetlenben a lehetségest. Závogyán Magdolna Nemzeti Művelődési Intézet központjából lakitelekről köszöntötte a hallgatóságot, az újrakezdésből vetett hitéről és az ehhez kapcsolódó erőről beszélt. Ma ugyanitt az újrakezdést ünnepelhetjük. Bizony, nagy erő kell ahhoz, hogy az életét valaki újra tudja indítani. Akarat, kitartás kell hozzá, mérhetetlen alázat és türelem. Az elmúlt több mint fél év alatt, a pandémia ellenére is okán is, átgondolt és a helyzet által megkövetelt kreativitásra is szükségünk volt. A soha nem látott kihívások ugyanis ágazati szinteken is kikényszeríthették a maguk megoldásait. Ez nálunk is így történt a kultúra területén. Az állami közfeladatot ellátó Nemzeti Művelődési Intézet nem csak meg tudta tartani a kapcsolatát az ország 3105 településén működő közművelődési intézménnyel és közösségi szintérrel, valamint a Kárpát-medencei magyarság közművelődési közösségeivel, hanem az együttműködéseket el is tudta mélyíteni. A Nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központ munkatársai is nagyon várták már a nyitást. Június 18-án Acél Magnóliák című darabot mutatják be, és egész júliusban nagyszabású rendezvényekkel, koncertekkel, filmekkel és színházi előadásokkal várják a látogatókat. A kulturális élet színes, izgalmas időszakot ígér az elkövetkezendő hónapokban. A szombati nyitóünnepségen kiállítást és táncbemutatót is láthatott a közönség. Május elején a József András Múzeum is kinyitotta kapuit, múlt péntektől pedig két nagyszabású kiállítással várják a látogatókat. A tárlatokról és a feltételekről kérdezem Rémiás Tibort, az intézmény igazgatóját. Jó napot kívánok, igazgató! Jó napot kívánok! Köszönjük, hogy itt van nálunk. No, de még mielőtt azért a tárlatról beszélnénk, azért egy kicsikét a nyitásnak a tapasztalatait. Ugye, ha jól emlékszem, már most pontosan a dátumra nem, de egy szombati nap volt, az biztos. Szóval, hogyan sikerült a nyitás? Igen, tehát május 14-én nyitottunk egy új kiállítással, és előtte való héten nyitottunk meg, úgyhogy a múzeum kapuit ugye megnyitottuk, és hát mi bíztunk benne, hogy a kultúrára szomjú hoznak az emberek, de azért hát sajnálatunkra azt kellett tapasztalni, hogy azért nem rohamoztak meg bennünket kellőképpen, ahogy mi szerettük volna. És hát abban reménykedünk, hogy valószínűleg azért nem, mert nagyon sokan az állandó kiállításokat már látták, úgyhogy most két új időszaki kiállítással rukkoltunk elő, és hogyha erről nem tudom, beszélhetek-e, vagy... Mindjárt, igen. Hát ha jól tudom, akkor azért a védettségigazolvány az mindenképpen kell. Igen, a belépéshez szükséges, tehát csak védettségigazolvánnyal lehet bejönni, és ahhoz is természetesen vagy útlevél, vagy pedig személyigazolvány szükséges. Az előző időszakban önök milyen életet folytattak? Hogyan tudták túlélni egyáltalán ezt a pandémiás időszakot, amikor effektíve egyáltalán nem fogadhatták a látogatókat? Igen, tehát mi teljesen normális életet éltünk előtte is, ugyanis a múzeumnak hármas funkciója van.
és a hármas funkcióból tulajdonképpen csak a kiállítási részt, tehát a nagyközönség előtt való megnyitás az, amelyik sérült, de ugyanígy feltárási munkák zajlottak, tehát a régészeink kint voltak és leletmentéseket végeztek, amik bekerültek hozzánk, akár hagyatékból anyagok, akár ajándékozás, netalántán vásárlás útján, azok feldolgozásra kerültek a múzeumban. Folytatódtak a revíziók, folytatódtak a leltározási dolgok, tehát mindaz a munka, ami a mi tevékenységünkhöz hozzátartozik. Folytatódtak a tudományos kutatási munkák is. Ugyanis a műtárgyak feldolgozása az egyfajta tudományos tevékenységet jelent, de a régészek, történészek, néprajzok számtalan irányban végzik a tudományos kutatásokat. Készítjük elő az új József András Múzeum új évkönyvét. Számtalan konferenciára előadásokat készítettünk, tehát online konferenciák, azokat megtartották, de számtalan publikáció, könyv készül a munkatársainknak a tollából. Tehát még egyszer mondom, a hármas tevékenységből, tehát a bemutatás az, amelyik egy kicsit sérült, de én úgy gondolom, hogy most akkor május 14-től bízunk benne, hogy akkor ez is most már utat tudunk nyitni a nagy közönség felé. Volt egy kiállítás, méghozzá a Ripperónai kiállítás, ugye, amelyet, hogy amikor megnyitottak, akkor még néhány napon keresztül hogy látható volt, igen, látogatható. Hát sajnos ez sérült ez a kiállításunk a tekintetben, hogy bíztunk benne, hogy hosszú időn át meg tudják majd nézni, de novemberben, amikor november 11-én megnyitottuk ezt a kiállítást, mintössze 10 napig tudta megnézni a nagy közönség a Ripperónai életművét bemutató kiállításunkat. És ezt nem is lehetett meghosszabbítani. És hát ugyanis az nem csak múzeumokban, hanem magángyűjtőktől is bekerült, és hát több mint fél évig itt volt nálunk, és fél év után pedig ugye visszakérték a múzeumok, visszakérték a magángyűjtők. Azt most sajnos nem tudjuk bemutatni, de erről készült olyan tárlatvezetés, olyan több videófilm is, ami egy az egyben bemutatja a kiállítást, de hát nem ugyanaz, mint hogyha élőben látták volna az emberek. Úgyhogy ezt nagyon sajnáljuk, ez sajnos így történt. Beszéljünk akkor az új kiállításról, amelynek, hogyha jól tudom, akkor van egy állandó kiállítása. Nem, mind a kettő időszaki kiállítás. De egy állandó kiállításból jött létre. Ez igaz. Mégpedig Miskolcon volt ez az állandó kiállítás, aminek a neve az volt, hogy Elit alakulat. És azért Elit alakulat 2.0, amit a katalóguson is meg tudok mutatni, azért 2.0, mert ezt a kiállítást úgy készítették el, hogy vándoroltathatóvá vált. Csíkszeredára került el először 2020-ban, hát ott is sajnos a pandémia megrekesztette ezt a kiállítást. A magyar ajkú lakosságnál óriási volt az érdeklődés, de hát a pandémia miatt nem tudták sokan megnézni. Ott is 30-40 ezer fő látogatót vártak, és amikor 2020 nyarán egy kicsit enyhült a pandémia, hát akkor meg lehetett nézni, de akkor is az érdeklődés mutatja, hogy az alatt a nagyon rövid, szűk 3 hónap alatt több mint 10 000 megnézték ezt a kiállítást. Utána megint bezárt, és a bezárás után mi próbálkozunk itt Magyarországon, tehát Csíkszereda után ide Magyarországra került ez a kiállítás úgy, hogy valójában ez a Kárpát-medence leggazdagabb honfoglaláskori temetőit mutatja be. Ez elsősorban az zempléni temetőket jelenti, és mi készítettünk hozzá egy saját anyagunkból lévő kiegészítő kiállítást, ami a maga nemében megállja a helyét, tehát gyönyörű szép ez a kiegészítő kiállítás, szintén a honfoglaláskori anyagról szól, és Szabolcs vezér földjén ez a címe. Még azért áruljon el néhány információt erről a kiállításról, hogy konkrétan aki ellátogat, az milyen tárgyakat, leleteket
láthat, miben gyönyörködhet. Igen. Tehát a témája is jelzi, hogy tehát ez honfoglalásról szól. Ugye 895-től datáljuk ezt a honfoglaláskori részt, és hát több ezer honfoglaláskori sír került már idáig feltárásra. És ezeknek a legszebb anyagait, legszebb leleteit mutatjuk itt be. Annyit kell tudni, hogy a zempléni anyagon túl, ami ugye a Borsod-Abor Zemplén megyéhez tartozik, és a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzött honfoglaláskori anyagon túl, itt nálunk a Józsa András Múzeumban vannak a legértékesebb és legtöbb honfoglaláskori leletanyag. És ezeket mutatjuk be. A múzeumunk alapítója, pontosan idézném, amit mondott, ő például azt mondta, hogy a honfoglaláskori leletekben a Nemzeti Múzeummal is bátran versenyezhetünk, ez a Józsa András Múzeum. Honfoglaláskori balta, fokos, kar dolgában is felette állunk az ország bármely vidékének. Tehát ezért hívogatom és mondom, hogy igazából jöjjenek, nézzék meg ezt a két időszaki kiállítást, hihetetlenül szép. A installációjában pedig egyedi, ugyanis egy laboratóriumszerű installációt alakítottak ki, minden kiúszható, világít, megfogható, természetesen az eredeti leletek azok olyan biztonságban vannak, hogy ugye nem lehet hozzányúlni, de számtalan rekonstrukció is készült, amit kézbe lehet fogni. Jurtánk is van, a jurtában vannak a múzeumpedagógiai foglalkozások. Na hát akkor múzeumpedagógiai foglalkozások, ugye erre a kiállításra be kell jelentkezni, vagy egészen egyszerűen bemegyek, védettségigazolványa természetesen, igen. És akkor én magam megtekintem. Az utóbbi, igen. Gondolkodtunk sokáig rajta, hogy ugyanúgy, mint a nagy képzőművészeti kiállításainkra, hogy regisztrálni kell, de tudva, hogy a pandémia után szeretnénk minél jobban becsalogatni a látogatókat, ezért úgy gondoltuk, hogy nem kell regisztrálni, nyugodtan lehet jönni, igazolvány, hogyha valaki megmutatja, és a távolságtartást betartja, tehát a védettségi szabályokat betartja, akkor nyugodtan tudjuk úgy koordinálni, hogy mindenki kellő biztonságban legyen, és nagy élményben lesz része. Viszont a múzeumpedagógiai előadásokra oda regisztrálni kell. Oda igen, természetesen, mert a múzeumpedagógusok ugye szeretnék azt is, hogy a diákok azok egy csoportban legyenek, ahogy a egy osztályban ugye ők védetnek tekintik magukat. Ezeket az osztályokat, ezeket a csoportokat egyben szeretnénk megtartani, ami szerintem számukra is egy könnyebbséget jelent, és jobban érzik majd akkor magukat. Beszéljünk a Kálai gyűjteményről, ott mit terveznek? Kálai gyűjteményben ugye két állandó kiállítás is van, az egyik a Kálai családhoz kapcsolódó, a másik pedig egy várostörténeti kiállítás, de időszaki kiállításokkal is várjuk az oda látogatókat, ami most nagy szenzáció lesz, és ugye 110 évvel ezelőtt született a nagy magyar mágus Rodolfo, és Rodolfo hagyatékából készítünk egy nagyon szép kiállítást. Szerintem Rodolfónak a neve ugye a magyarországi viszonylatban, meg hát külföldön is egy olyan személyiség, akit ugye mindenki tisztelt és nagyon szeretett, meg az olyan bűvészetei, amiket ő akkor előadott azzal az eleganciával, ahogy ő ezt megtette, azt ugye nem lehet elfelejteni. Sóstói Múzeumfalu, hála Istennek már. Sóstói Múzeumfalu is, igen, megnyitottunk ott is. Ott a szokásos rendezvényekkel, hát most a pünkösdöléssel, ami legkorábbi rendezvényünk, de gyereknappal is, gyereknapi rendezvényekkel is várjuk majd oda látogatókat. Meg hát minden olyan aktuális programmal, ami idáig volt, hát bízunk benne, hogy ezeket is meg lehet majd tartani. Köszönjük szépen, hogy nagyon szívesen. Önöknek pedig köszönjük szépen, hogy velünk tartottak. 35 perc, legközelebb szerdán várjuk Önöket, akkor is viszontlátásra.